80 esztendő telt el azóta, hogy a bukovinai székelység elindult, hogy hazát találjon magának. Az idei esztendő számos ünnepségén hangzott már el, hogy nem csak hazát, de házat is találtak, és ma már elmondható, otthonra lehetek saját közösségeikben, falvaikban, városaikban működő szervezeteink keresztül. Elfogadták és befogadták őket, és évtizedek alatt meghatározói lettek egy-egy lakókörnyezet mindennapjainak. Így van ez Bátaszéken is, ahol mostantól egy közösségi ház jelenti a közös otthont, a hagyományok őrzésének helyszínét és tereit. Valahol otthon legyünk benne. Adja magát a történet párhuzamossága a mai nappal. Tamási Áron remek művének, az Ábel a rengeteg bennek talán legismertebb mondatát citálta ide Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, aki kiemelte, ha egy nemzet évtizedek után is él egy közösségben, az otthonteremtés receptjének biztos birtokában van már. Most a 21. században is, 80 évvel az elindulások után is egyben van a közösség, erős a közösség, erősek a bukovinai székelyek, összetartanak. Beszéljünk itt akár Tolnamegyében, vagy Baranyában, vagy akár a Kárpát-medencében bukovinai székely közösségekről, és én azt látom, hogy van tenniakarási vágy is bennük, és az ilyen alkalmak, mint például ez a ház átadása, vagy éppen a székely kapu átadása, mind-mind azt mutatja, hogy a jövőbe tekintenek. Mi alapvetően anyagilag tudjuk támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Országos Szövetségtől jön, illetve a helyi közösségektől jönnek. Az elmúlt időszakban hál' Istennek számos fejlesztés indult meg, akár Kismányokon, vagy Szekszárdon, vagy Hőgyészen, vagy éppen Bátaszéken. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról szólt, a székelységnek meglévő értékei olyanok, amelyeket a fiatalok át akarnak venni, az idősek pedig át tudnak adni. Erre a most átadott székelyház pedig egy kiváló helyszín lesz. Olyan székelység él, tovább él, és mindenképpen olyan tartalékai, értékei vannak, amit a fiatalok, úgy látom, hogy amennyiszer szoktam mondani, mégiscsak át tudjuk adni, van akinek átadni, és ez a ház mindenképpen bizonyítja, hogy otthonra találnak itt, méltóképpen tudják kihasználni, hiszen olyan közösség lét van itt Bátaszéken, amely úgy gondolom, hogy fontos a bukovinai székelyek országos szövetségének is. Horváth István Tolnamegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte, a helyi erős közösség munkája is hozzájárult ahhoz, hogy ez a ház az állami támogatás mellett ilyen gyorsan elkészült. Főleg azok a közösségek nagyon fontosak, amelyek a magyar nemzeti öntudatra is alapszik, és itt Bátaszéken a székelyek baráti köre egy igazi nemzeti közösség. Ugye itt ebben a térségben mintegy 70 évvel ezelőtt érkeztek a székelyek, és ezt most már végső otthonuknak is tekintik Bátaszéket. Keresik nyilván ehhez kapcsolódóan a helyet, mert közösségi tér is kell a közösségek működésére, és egy helyi kezdeményezésre megvásároltak egy ingatlant. Többször egyeztettünk a székelység vezetőivel, egyszer 30 millió, egyszer 20 millió forint állami nemzeti támogatás érkezett az ingatlan megvásárlására, felújítására, valamint utána közel 3 millió forint eszközvásárlásra, illetve most megint 6 millió forint eszközvásárlásokra, illetve működtetésre, tehát lehet azt mondani, hogy mintegy 60 millió forintos állami támogatás mellé ők hozzátették azt a fajta társadalmi munkát, a tagok, a közel 160 tagnak, szinte minden egyes tag valamit tett hozzá, tehát lehetne mondani, hogy közösen közel 100 milliós értéket hoztak saját maguknak létre, és ami fontos az, hogy helyi vállalkozók építették, még a székelykaput is helyi székelyek faragták, úgyhogy örömteli példaértékű ez a munka, ez az érték alapú közösség. A közösségi ház régi részében székelytájszobákat alakítottak ki, ebben mutatják be a bukovinai székelyek néprajzi örökségét. A létesítmény újonnan épített közösségi tereiben próbálhatnak a civil kulturális csoportok, és itt kapott helyet a 14 stációból álló székely Golgota, amely a székelyek történetét mutatja be.